Már készül a megypálinka ebben az újfehértói főzdében. Az idei termésből átlagos, vagy az átlagostól egy kicsivel jobb cefre készült a pálinka főzőmester szerint. Fecske László azt mondta, a gyümölcsöt az alacsony felvásárlási árak miatt sokan nem adták le a feldolgozó üzemeknek és a felvásárlóknak, hanem inkább pálinkát főzetnek belőle. Megkezdtük a megy cefrék kifőzését, a megy termés egész jó volt, így sajnos ugye felvásárlási ára nincs a megynek, ezért elég sokan kifőzetik inkább, úgyhogy mennyiségre nagyon-nagyon sok, kihozatalra közepes, egy olyan 6-7 liter, amiket eddig főztünk, megyeket a mázsánkénti kihozatala. Később már többen jelezték, hogy elkezdték cefrézni az őszi barackot, abból is egész jó termés van, kajszi barackból viszont szinte semennyi. Szilvából is jó termés ígérkezik, annak is felvásárlói ára alacsony, így abból is valószínű, hogy sokat fogunk főzni. Fecske László elmondta, a legnagyobb mennyiségben minden évben almapálinkát főznek. Idén ebből a gyümölcsből is dömping várható, hiszen az egész Európai Unió területén jó termésre számítanak a gazdák. Hozzátette, a palackozott boltokban kapható szeszes italok drágulása és az újonnan bevezetett egészségügyi termékadó nincs hatással a bérfőzetésre, így a kisüsti pálinkák árára sem. Tudomásom szerint ez a neta termékdíj a bérfőzetett párlatokat nem érinti, mivel ez kereskedelmi forgalomban nem hozható, így csak a szeszadó mértéke, ami 50 fokos pálinkánál 1635 forint literenként, ezt úgy tudom, hogy nem fogják emelni, úgyhogy a főzetési díj az nem változik jelentősen. A kamaraonline.hu cikke szerint a kereskedelmi forgalomban kapható pálinkát a jövőben tovább drágíthatja majd a környezetvédelmi termékdíj, valamint a népegészségügyi termékadó esetleges további emelkedése is.